Alapkőletétellel indul az új bölcsöde beruházása Mátészalkán. Egyelőre még csak a látványterv látszik, de itt ezen a területen épül majd meg az új bölcsöde. Közel 1000 négyzetméteren 6 csoportszobát alakítanak majd ki, melyből két helyiség speciális nevelésű igényű gyermekek részére lesz kialakítva. A kerthelyiséget pedig fákkal, új játékokkal és babaházzal teszik még szerethetőbbé. Büszkék lesznek majd rá a mátészalkaiak, mikor megépül ez az új bölcsőde, ami már teljes mértékben 21. századi követelményeknek megfelelő méltó színvonalú intézmény lesz. A látványterveket is bemutattuk, és én azt gondolom, hogy egy valóban különleges égköve lesz ez az épület Mátészalkának. Ezen túl talán még fontosabb ennél, hogy biztosak vagyunk benne, hogy az a 6 csoportnyi kisgyermek benépesíti azt a helyet, amit most a kivitelezők megépítenek. És fontos számunkra az, hogy ebből a 6 csoportból 4 csoport általános csoport, 2 csoport speciális nevelési igényű gyermekek számára is helyet ad most. Így olyan családoknak is tudunk segíteni, akiknek a korábban nem vagy korlátozottabb formában tudtuk megoldani az ellátást. A beruházás itt nem áll meg a jövőben, új fejlesztések is megvalósulhatnak a térségben. Nagyon komoly bölcsődefejlesztési programot valósítunk meg a területi operatív program keretéből, ez még a mostani fejlesztési ciklus keretében, de a jövőben is folytatjuk ezt a programot, és olyan fajta intézményeket teremtünk, amely munkahelyeket is teremt, vagy munkahelyeket is megtart, hiszen olyan gazdaságfejlesztési eszközről beszélünk a bölcsőde esetében is, amellett, hogy nyilván családi jóléti programról van szó, amelyek lehetővé teszik, hogy a munkavállalók minél előbb a munkaerőpiacra integrálódhassanak, és hát nagy igény van erre a ellátásra Mátészalkán, ahogy hallottuk polgármester úrtól, hosszú sorok állnak a bölcsődei ellátásért a városlakók körében. Ezzel remélem, hogy sikerül ezt a feszültséget enyhíteni, és hát reméljük, hogy minél több gyermek születik itt Mátészalkán, és ahogy hallottam, további munkák is létesülnek a közeljövőben. A családok számára lehetőséget nyújt ez az új bölcsöde, hogy a szülők visszatérhessenek a munkavilágába. Azt gondolom, hogy a foglalkoztatás politika ma megfordult néhány éve, és most a Covid helyzet után az újjáépítésbe vagy az újjászervezésbe megint ugyanannyi foglalkoztatott van, a munka nélküliség csökken. És azt gondolom, hogy a cégek is visszavárják azokat a jó munkás embereket, dolgozókat, akik nem akarják, hogy a gyás idejét, a 3 évet kitöltsék, és a 6 hónapos korú gyereket el tudják vinni már bölcsődébe. És igen, ez egy foglalkoztási eszköz, hiszen ezzel a bölcsődei szolgáltatással, a gyerek védelembe vételével és gondozásával felszabadul a családnak az erőforrása, és nyugodtan el tudnak menni dolgozni. A tervek szerint jövő szeptemberben már birtokba is vehetik a mátészalkaiak az új bölcsödét, ahova 72 gyermeket várnak.